Karácsonyi verssel készültek a nyírszülősi óvisok, ezzel köszönték meg az újonnan kapott játékokat. A nyíregyházi önkormányzat 35 óvoda között osztja szét karácsony előtt azt az összeget, amely az adott évre szánt sportcélú felhasználásból megmarad. A program 2015-ben indult, azóta jelentősen megnőtt a felhasználható keret. Még 2015-ben 1,4 millió jutott egy óvira, most ebben az évben idén 4,9 millió, tehát ebből már lehetett nagyobb dolgokat is venni. És azért fontos az, hogy ne csak az óvoda az épület felújítása, hanem a gyerekek mindennapjaihoz szükséges játékok, sporteszközök is legyenek. Ezt is elkezdtük már több éve, hogy a pénzügyi lehetőségeink engedték. Kültéri játszótereket, eszközöket kaptak az óvodák, bölcsődék is, most pedig ez a sportakció folyik. A nyírszülősi óvoda a korábbi években futóbicikliket, rollereket és labdákat vásárolt, most pedig két kültéri trambulinnal is gazdagodtak, amelyet tavasztól késő őszig használhatnak a kicsik. Az intézmény udvarán óvi foci pálya is van, ez is segíti a gyerekek egészséges életmódra nevelését, ahogy a most vásárolt mozgásfejlesztő eszközök is. Szemkész szemláb koordinációját, a mozgás koordinációját, az alkalmazkodó képességüket egymáshoz, mert ugye egyszerre több gyerek használja a trambulint, és tehát alkalmazkodni kell egymáshoz, hogy meg tudják tartani az egyensúlyukat. Vigyázniuk kell egymás és saját testi épségükre is. Emellett természetesen ott vannak az óvodapedagógusok, akik odafigyelnek erre, és a megszokott tudatosított szabályokat, még ha szükséges, akkor menet közben is tudatosítják, vagy felhívják a gyerek figyelmét erre a balesetek elkerülése érdekében. Az Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem tagintézménye elsőként kapta meg a játékokat, a következő napokban pedig a többi intézmény is átveheti a saját igényei szerint vásárolt sporteszközöket.